Fodor János barátomat hívtam ma vendégül. Én merem azt mondani, hogy mi barátok vagyunk. Nem kocsmázunk együtt, nem járunk össze, de olyan régóta vagyunk kapcsolatban, annyiszor dolgoztunk együtt, hogy merem azt mondani, hogy barátként tekintek rád. És rögtön egy emlékemet hadd idézzem fel. Lehet, hogy te nem is emlékszel. A páros műsor vezetések egyik délelőttjén te így leültünk egymás mellé, és így elővettél magad mögül, talán egy szál tulipán volt. És mondtam, hogy ezt most miért kapom? És azt mondtad, hogy mert valahogy olyan szomorúnak láttalak. Hogy ez jellemző rád, János? Az jellemző, hogy próbálok figyelni azokra, akikkel együtt dolgozom, vagy akikkel egyáltalán dolgom van. Az jellemző, mert hát tudom, hogy ez csacsiság, meg olyan frázisnak tűnik, de nekem tényleg akkor jó, ha a másiknak jó. És amikor egy térben dolgozunk, vagy vagyunk, vagy egyáltalán létezünk, akkor sokkal, de sokkal jobb, hogyha a másiknak, vagy a többieknek, ha többen vannak, azoknak jó. Hogyha érzik azt, hogy nekem fontosak. Ebben van egy kis színház, persze, meg van egy kis udvariasság, meg nem tudom én, van egy kis pasiság talán. Látod, én elhittem. De alapvetően komolyan gondolom. Az nekem fontos. Mint hogy ez most nekem fontos volt, hogy ezt mondtad, mert most már több, mint nem merem mondani, hány évtizede rád való tekintettel, ezt nem mondom. Kedves. De ezt még sosem mondtad, hogy barátom. Nagyon kedves voltál velem mindig. Tudtunk mindig jól együttműködni. Akár közös műsorvezetésekben, akár ha én faggattalak téged. De ez a szó még nem hagyta el a szádat, úgyhogy köszönöm. Egy kicsit úgy készülni akartam én erre a mai beszélgetésre, és elkezdtem keresgélni, és rájöttem, hogy te a nagy beszélgető, leginkább a nagy kérdező vagy. És nagyon ritkán ültetnek téged le, nagyon ritkán kér újságíró, mondjuk írott sajtóban, hogy magadról mesélj. Úgyhogy most én ezért is hívtalak. Amikor ide költöztem Szentendrére, és akkor rögtön ugye valami a magánéletemről, akkor volt egy szép otthon című újság, és egy fantasztikusan jó nevű fotós kért, hogy hadd fotózzon itt. És mondtam, hogy én nem akarom. Végül született valami, mert mindig udvarias vagyok, és mindig próbálok kollégának megfelelni, hisz én is abból élek, hogy kérdezek, hogy valamilyen módon mutatok, de én nem nagyon szeretek arról beszélni, hogy én kivel, mikor, hogyan, ezt én hagyom a celebekre. Mint hogy rólad se tudok ilyen értelemben sokat, a munkádról tudok. De nem tudom, hogy kit szerettél, mennyi ideig szerettél, hogyan szeretted. Nagyon homályosan tudok csak arról, hogy a gyerekeid mit csinálnak, mert nem biztos, hogy ez országvilágra tartozik, minket inkább a munkánk minősítsen. Ezzel együtt nem ők elzárkózó. Van, amiről nem beszélek persze, de tessék, akkor megmondom, hogy miről nem. Ennek a műsornak eredendően azt a címet terveztem, hogy amiről eddig még nem meséltem, hiszen ahányszor engem megkeresnek, mindig ott vannak ilyen standard kérdések, amiket már nagyon unok, bocsánat, de úgyhogy szeretném, ha ennek a beszélgetésnek adott pontjain akár olyasmit is megosztanál majd, amiről úgy érzed, hogy na hát erről még nem nagyon meséltél. Néhány nappal ezelőtt volt a születésnapod. Szeretsz ajándékot kapni? Nehéz nekem ajándékot adni. Mióta az eszemet tudom kérni, például sose tudtam, mindig kérdezték, hogy mit szeretném, és mondtam a gyerekeimnek, hogy de higgyétek el, hogy nem. Mindenem megvan, nem vágyom semmire. Sok-sok évtizeddel ezelőtt talán még a műszaki kütyük el tudtak kábítani, tehát, hogy legyen egy képmagnóm, vagy egy fényképezőgép, vagy nem már ez se. Úgyhogy én tegnap megkaptam a legnagyobb ajándékot. Elmesélhetem? Uh-huh. Ez tényleg magán, és szerintem gyönyörűséges. Nekem van két gyerekem. Egy lány, ő az idősebbik, és egy fiú, és a fiamnak van 4 gyereke. És a legkisebb, a Minka baba, én így hívom, 5 éves.
és az egyik testvérét, születésnapi ebéd volt, az egyik testvérét átölelte. Arra lettem figyelmes, hogy micsoda érzelem kitörés. Oda ment és átölelte, majd azt mondja, úgy szeretlek, Félix, mint a végtelent. Oh. Egy 5 éves gyerek. És akkor azt mondtam, hogy ez az ajándék. Hát én ilyen mondatot nem úgy szeretlek, mint a végtelent. Hát egyszerűen csodálatos. Hát ezt akármeddig gondolkoznánk, így nem felnőtt. Most ezek az ajándékok, tudod? Nézd, én megmondom őszintén, hogy sose voltam gazdag. Sose volt nagyon drága autóm. Nem, de mindig jól éltem, mert szerencsém volt. Nem gazdagon éltem, de sose voltam éhes, sose kellett azon gondolkodnom, hogy ha kell, beüljek egy kifőzdébe, vagy akár egy vendéglőbe. De nekem nem volt ilyen értelemben fontos a pénz, az anyagiasság, az eszközök. Lehet, hogy ezért nem. Nem tudtál volna olyan ajándékot hozni, ami, ha nem a kezeddel készül, ha nem valami, aminek én úgy azt mondom, hogy hú. Ilyenkor van az a típusú ember, aki úgy végig gondolja a születésnapja alkalmából, hogy Istenem, mi mindent fogok még csinálni? Nagy terveket sző, nagy célokat tűz ki. Van, aki számvetést csinál, hogy ugye mi egyidősek vagyunk, te egy kicsit öregebb, pár hónappal fiatalabb vagy, hiszen nem te tudom, őszi nem vagy, de. Én meg tavaszi vagyok. És van, aki számvetést csinál, és végig gondolja, hogy mi az, amit eddig elért. Te melyik típushoz tartozol? Semmi ilyesmi nincs. Teszem a dolgomat. Nincsenek olyan terveim, amire még ki akarom pipálni. Tehát, hogy még ide el akarok jutni, még ezt el akarom érni. Nincs ilyen. Én nagyon aktívan élek. Nagyon sok a dolgom. Csinálok egy rádiót, egy nagyon, azt gondolom, hogy hazabeszélek persze, de egy nagyon-nagyon minőségi rádiót, amiben nincsenek hírek, nincs politika benne, és tényleg egy értékközpontú rádió. Ez nekem nagyon sok időmet elveszi, és ez körülbelül 60 ember munkájából áll össze, ahhoz, hogy ez működni tudjon, ez például nekem egy napi feladat. Szép környezetben élek, azt azért így-úgy rendben kell tartani. Van 4 unokám, nem érek én arra rá, hogy én egyet tudok, hogy leállni nem szabad, vagy nem akarok. Én nem tudnék otthon ülni, malmozni, keresztrejtvényt fejteni, megtanulni horgolni, vagy kötni, vagy éppen most kitaláljam, hogy én hú, de szakácskodni akarok. Nem akarok se kötni, nem akarok főzni, jókat akarok enni, jól akarok élni, és sokat akarok dolgozni, mert nekem szükségem van a napi sikerélményre. Volt azért olyan születésnapod, ami emlékezetes volt? Az 50. az nekem egy ilyen nagyon érdekes születésnapom volt, mert akkor tájt én ilyen töredékeket írtam magamról, az életemről. De nem a nagy közönségnek, mert azt gondoltam, hogy annyira nem vagyok jó író, vagy annyi, nem olyan gazdag az én életem, hogy ez kötetbe való lenne, de azért egyre több ilyen kis mozaik darabka megszületett. És akkor tehát együtt dolgoztam egy barátommal, Gáti Tamásnak hívják, sajnos már nincs közöttünk, hirtelen és tragikus, hát minden alá tragikus, szóval gyorsan meghalt. És mivel együtt dolgoztunk, akkor tehát csináltam az Egészségliget nevű projektet, valahogy ő ebbe beleolvasott, megszereztem, és rávett arra, hogy én ezt valamilyen módon mégis felolvashatóvá tegyem. És egyszer csak azon vettem észre, megmondom, hogy a Gáti Oszi a születésnapi bulin olvasó, ott van 300-400 ember. Tehát nem kevesen, nem egy családi ünnepség. És az egy olyan érzés volt akkor, hogy hú, hogy ennyien itt vannak, nem én szerveztem. Ennyi jó ember idejött, hogy a Gáti Oszkár színművész, akinek szebb hangú színészt nem tudok elképzelni, azt olvassa föl, amit én egyébként zseniálisan megírtam. Na, ez egy olyan jó érzés volt. Ez volt az a születésnap, azt hiszem, amire úgy most szívesen visszaemlékszem. De egyébként meg annyi van belőle, ugyanolyan napok a születésnapok. Persze. Is. Déri Jancsi mindkettőnknek kollégánk volt, szerettük őt, féltettük őt, és te voltál az, aki elég küzdelmesen, de végül is felvehetted azt az utolsó beszélgetést. Nagyon sokszor szoktam felolvasni azt a
részt az egyik előadás sorozatomban, ahol ugye János arról beszél, hogy életünket és vérünket adjuk a televízióért, és sok mindenki más a saját munkájában szintén csak a munka és semmi más, és ugye ő ott elmondja, hogy bizony, hát nem így kéne élnünk. Tehát most jön a kérdésem, hogy az a beszélgetés hatott-e rád úgy, hogy ne hajszold magad, hogy ne dolgozd magad túl, hogy a család tagjaiddal, szeretteiddel törődj, időt töltsd. Tehát hatott-e rád, változott-e akkor valami? Hát ez egy dupla fenekű kérdés, és a válasz az lehet, hogy tripla fenekű lesz. Hát egyfelől nagyon hatott ez a beszélgetés, rám már a körülménye, a beszélgetés elkészülésének a körülményei, annak az utóélete, aztán Déri halála. Ez egy külön történet, izgalmas, hogy én ezt miért csináltam, hogy csináltam, miért nem vetítette le a Magyar Televízió, amikor ő meghalt, miért volt ez egy évig dobozban, tehát ezer érdekes szála van ennek a történetnek. De mind valahányszor megnézem, mindig nagyon hat. Én próbálom évente elővenni ezt, azért, hogy meggyőzzem magam arról, hogy mennyire igaza volt a Jánosnak. Tehát, hogy mi a fontos az életben, és mi nem, és ez tulajdonképpen a halál kapujában érezhető, vagy nála akkor volt leginkább érezhető, akkor fogalmazta ezt meg. És akkor mindig azt mondom, hogy így kéne élni, és az rögtön kiderül, hogy én nem tudok úgy élni, mint hogy ő se tudott úgy élni. Tehát egyfelől hányszor, de hányszor tudjuk, hogy mi a fontos, mit kéne tenni, hogyan kéne naponta relaxálni, hogy miért nem sétálunk minden nap másfél-két-három kilométert, hogy miért eszem ennyi kenyeret, hogy miért hagyom, hogy elhízzak, és itt a bizsita. És aztán nem sétálok, megeszem a kenyeret, elhízok, hajtom a semmit, és az élet megy, pörög, majd meghalunk. Tehát ez nagyon furcsa dolog, mert egyfelől nagyon erős a hatása. Az a része például, hogy még 3 év és elfelednek, ez nekünk nehezen feldolgozható, mert egész életünkben kamera előtt, rádiókészül, mikrofonok előtt dolgoztunk, és úgy sokáig megszoktuk, vagy én legalábbis beszélek egyes szám, másik szám, megszoktam, hogy engem megismernek. Hát már nem. Tehát elmúlt nagyon sok idő, én nagyon régóta nem televíziózom, és már nem köszönnek a közértbe előre, már nem mondják azt, amit neked vélhetően még inkább. Vagyis ez a meddig emlékeznek ránk, ez már nekem az életembe bekövetkezett. Ez egy pici törés. A János ugye azt mondta, hogy a halálunk után mennyi ideig emlékeznek még ránk. Nagy kérdés, hogy mi az, ami értékálló, ami maradandó. Ilyen értelemben sokat gondolkodom ezen az interjún. Hogy én tettem-e, teszem-e úgy a dolgomat, hogy valami nyomot hagyjak. Vagy hagyok-e egyáltalán valamilyen nyomot. Ezek nagy szavak. Tudom, de hát mégiscsak egy tanár, egy gimnáziumi tanár, 30 emberrel dolgozik adott esetben, de milyen mély nyomot hagy abba a 30, vagy annak még a gyereke is ugye táplálkozik abból a személyiségből. Ilyen értelemben generációkat tanítottál te is, nagyképpen mondom én is, hogy ha nem is tanítottam, de ott voltam az életükben, bekopogtunk a konyhájukba, hát akárhogy is. Tehát ilyen kérdések fölmerülnek bennem, de valljuk be őszintén, hogy amíg nincs baj, addig nem figyelünk. Tehát ez olyan, hogy akkor kezdjük a házat, tudod biztosítani, meg amikor meg, valami nagyon nagy baj. Amikor valami baj. Vagy a szűk környezetükben. Igen. Szóval nem vagyok én sem ebben jó. A Déri interjút ajánlom most is mindenkinek, hogy olvassák el, nézzék meg, a YouTube-on megtalálható. Még azok is, akik nem ismerték János, tehát akikre nem volt olyan nagy hatással, hisz azóta már hány generáció fölnőtt. Hát őrület, hogy megy az idő. Nagyon érdekes egyébként ez, amikor ezzel az Anno az én tévém előadással valahova megyek, egyrészt alátámasztva, tehát a fiatalkori énemre senki nem emlékszik szinte. Tehát ez nagyon érdekes, hogy valami, nem tudom, már nagyjából 10-15 évig televíziózhattam, amit fel tudnak idézni fiatalként. A másik, amikor Déri Jánosról, és ezt a te filmedből felolvasom a részt, vagy azt mondom, hogy az ablakból kire emlékeznek, akkor mindig a Déri neve az első. Tehát egy generáció, vagy több generáció, tehát a 40-esek még, 50-esek, bőven emlékeznek. Okay. Jánosra is, rád is, rám is. Tehát, de azt gondolom, hogy mind a kettőnk életében ez az arany,
a televíziózás aranykorának nevezett időszak. Én boldog vagyok, hogy akkor tévéztem. Ugye? Tehát nem nyafogok. És tudod, mit mondok? Bizonyos értelemben boldog vagyok, hogy már nem. Hát igen, most ugye éppen itt ez játszadozom, más, de más, itt nem. Azt csinálom, ami jól esik, és arról beszélgetek, igen, ami jól esik. És lehet, hogy ez a műsor már nem ér el olyan tetszési indexeket, meg nézettségeket. Nem azért, mert kicsérem, a világ megváltozott, és itt kivasaltad el herédet, vagy nem, ez a menő. Megmutatod-e a szülést, vagy nem. Eszel-e bogarat, vagy nem, tehát táncolsz-e jól, vagy... Tehát a világ elment egy nagyon másmilyen irányba. Én ezt nem minősítem, tehát nem sírom vissza a régi időket, szó nincs róla. Én azt gondolom, hogy teszem a dolgomat, sok része van a világnak, és van színház, és van könyv, és nem csak celebek diktálják vagyokat, de megváltozott, amiben nem biztos már, hogy a kereskedelmi televíziósban biztos, hogy nem szeretnék részt venni. Az egészség... Liget? Igen, így hívták. Tehát már te is szóba hoztad, amellett azért nem szeretnék így elslisszanni, mert szerintem az egy hihetetlenül nagy, komoly és nagyon tisztességes vállalkozás volt, most olyan értelemben is, hogy erősítetted azokban, akik oda kimentek, és ingyenes szűrések sokaságán vehettek részt, hogy igenis egészségtudatosan kell élni. Ennek miért szakadt vége? Inkább kezdjük az elején, hogy miért lett, és hogy hogyan lett, csak röviden. Tehát amikor engem mondjuk úgy, hogy kirúgtak mindenhonnan, akkor azt mondtam, hogy itt vagyok erőm teljében, én annyi mindent kaptam, hogy itt lenne az ideje valamit visszaadni. És mivel nekem dollármilliók, de még forintmilliók sem álltak a rendelkezésemre, tehát én pénzben nem tudtam támogatni senkit és semmit, én azt gondoltam, hogy akkor csináljunk egy olyan dolgot, ami hiány. És akkor még iszonytató nagy hiány volt a szűrések. Minden típusú szűrés. És én azt gondoltam, hogy ha még van elég erőm, meggyőző képességem és ismertségem ahhoz, hogy én néhány kórházat megnyerjek annak, hogy álljanak mellém, csinálok egy teret nektek, fölépítek egy sátorvárost, mindent megteszek, gyertek ki, és az orvosaitokkal és az ápolóitokkal vállaljatok előbb egy, majd két, majd három napos rendezvényen való részvételt, akkor ez egy fontos dolog lehet. Ebből egy 100 000-es nagy rendezvény nőtt ki, és nagyon-nagyon sok embert megmentettünk. Tehát eleve a bőrrákot ott állapították meg, hogy gyorsan menjél, hogy a tüdőszűrő busztól a mindenig. Gyerekkórházak vonultak ki, tehát ez egy nagyon nagy rendezvény lett. És hát lubickoltam a sikerbe, mert non-profit volt. Ez gyakorlatilag egy évig dolgoztunk ezen a rendezvényen az imént említett Gáti Tomi barátommal. És volt még egy ember, aki segített nekünk, aki az adminisztratív titkársági résznek egy részét csinálta. Tehát ez egy nagyon kicsi vállalkozás, nagyon kevés emberrel. Csináltunk egyszer csak valami baromi jót, és ingyen. És mindenki ingyen dolgozott, és kitermeltük a pénzt, hogy ezt tudjon működni. Talán reklámra nem jutott elég. És akkor, amikor ott a szűrőkamionok ott álltak, akkor te is bementél, és jársz te férfi emberként, már túl a középkoron rendszeresen ilyen-olyan-amolyan szűrésre, tehát egészségtudatos ember? Az ilyen-amolyan nem, de ha urológusra gondolsz, akkor járok. Meg labor, erek állapota. Időnként, igen, abba hagytam a dohányzást. Tehát egy csomó-csomó olyan dolog van, ami, de már 10 éve abba hagytam, de mondjuk én nagy bagós voltam, ez nem volt könnyű. Nézd, nem mondom, hogy én ilyen élharcosa vagyok ennek a dolognak, de rögtön megyek, nem fordulhat elő, hogy egy lukas fogat tovább cipeljek. Ha valami panaszom van, én azonnal elmegyek orvoshoz, nem nyomom el, hogy majd ez ráér még, vagy később. Ezzel együtt eltrafált az életben már egy pár betegség, de itt vagyok. Öregszünk, és ezek megjelennek. Nem tudja a hallgató, hogy amikor beültem ide, akkor erről beszéltünk egy kicsit, hogy mitől függ az, hogy van, aki 90 éves koráig él, valaki meg 46 évesen egyszer csak meghal. Tehát, hogy milyen sors adatik nekünk. És te, aki a Kortalanul című projektet viszed, és nagyon hiszel abban, hogy sok mindent tehetünk az egészségünkért, ennek nagy hirdetője is vagy, ez egy nagyon rendes dolog. Én nem hiszek ebbe ennyire. Azt gondolom, hogy mi is részesei vagyunk, tehát a mi szándékunk, a mi akaratunk, a mi tenni akarásunk számít, de tudod, valahol a genetika, vagy más, nem tudom én. Szóval sok nagyon egészségesen élő embert láttam már meghalni.
nem fogunk vitatkozni, hanem akkor tudod, miről fogunk egy kicsit beszélgetni? A nőkről. Ez már... kényes téma. Hát remélem, hogy azért partner leszel ebben is. Kezdjük egy könnyedebb, vagy hogy mondjam, a női témához közeledve, kezdjük egyszerűen a Rádió Bézzsel, hiszen amikor 6 évvel ezelőtt megalapítottad, már 7. éve? Ez azért illene emlékezni, mert engem is rávettél, hogy én ott jelenjek meg a mikrofon mögött, és hát nevettél rajtam. Hogy izgultál? Hát ez, az elmondhatatlan, mennyire izgultam, szinte hihetetlen módon. Mi az, amit te a nőknek ezzel a rádióval közvetíteni szeretnél? Mondjuk legyen ez az első kérdésem. Tudod, ez a rádió azután jött létre, most a Rádió Bézsről beszélünk, ami egy internetes rádió, ami után én végig csináltam egy azt megelőző projektet, egy pacsirta rádiót, amiben politizáltunk. Nem valaki mellett, nem valaki ellen, hanem arra gondoltam, hát naiv vagyok még mindig. Egyébként akkor megoldottuk, hogy mondjunk 3-4 hónapig igazat. Aha. Tehát menjünk bele, és nagyon profi emberek, tényleg a szakma színejava odaállt, és egy csoda történt. De 3-4 hónap után a választásnak vége volt, választott a nép, ahogy választott, és én láttam, hogy ez nem értünk el eredményt. És akkor én arra gondoltam, hogy nem a különbözőségeket kéne keresnünk, hanem mi az, ami mindannyiunk számára elfogadható. Itt annyira két erős tömb van ebbe az országba, és most nem akarom minősíteni egyiket se, még akkor se én aránylag középen állónak érzem magam, hogy egyik se fogja legyőzni a másikat. Nagyon-nagyon, egy kiegyezésre lenne szükség. Na de mi a legkisebb közös? Többször is mondom, én a nő. Mert a nő az nem a harcba indul általában. Nem kardot ránt általában, az gyereket szül, gyereket nevel, jövőre készül, táplálkozik, gyűjtöget, hogy legyen holnap is, tehát családcentrikusabb, és így tovább. És akkor én azt gondoltam, hogy mi lenne, hogyha elindítanánk egy olyan rádiót, ahol függetlenül pártállástól, vagy szimpátiáktól megkeresném azt a közöset, ami mellé be lehet csatlakozni. Hát azért a női szépség, a gondoskodás, az anyaság, a család, nem tudom, sok-sok olyan dolog van, amiben mind a két oldal ugyanazt gondolhatja. Hát ez volt a rögeszmém, de nem, ez se sikerült. Valljuk be őszintén, mert én klasszikus, csak nőknek szóló, mondjuk úgy, hogy bulvár rádiót nem tudok csinálni. Engem nem érdekel feltétlenül a kötögetés, vagy a... Tehát én rájöttem arra, hogy ez az értelmes embereknek szól inkább, nem pedig a női vagy a férfi nemnek. Úgyhogy ez a rádió ilyen értelemben lett női, az egyetemes értékek mellett, és meggyőződésem, hogy ezt a nők képviseljük jobban. És ez a rádió megvalósította azt, hogy ne adjunk híreket se, mert már nem tudok objektív híreket mondani. Már azok is hazudnak. Na, ez a női rádió része. A magánéletemben meg mindig a nők voltak a fontosak. Na mindig. És volt neked, vagy van neked női ideálod? Tehát, hogy mi? Hát, hogy ne lenne? Na, mesélj. Hát a magas, hosszú combú, az alacsony, telt, a szőke, a vörös, a fekete, hát mindegyik ideálom. Akkor ez olyan, mint Gombóc Artúr, mint Csokival, nem, hogy kocka, lyukas. Hát nincs, mi az, hogy női ideál? Ilyen nincs. Érző legyen, érzéki legyen, lehetőség szerint szeresse az életet, szeressen engem. Hát a nők fantasztikusak, nincs nélkülük élet. És nyilván egy férfiem, de nem csak egy férfi, hát egy nő is. Hát már úgy születünk, hogy oda tesznek anyánk mellére, onnan táplálkozunk. Hát minden innen fakad, az egész berendezésünk úgy van fölépítve, hogy egymásra kell, hogy találjunk. Hát a nő a legfontosabb. Jól tudom, hogy a párod, igen, akivel élsz, ő hát valamennyivel fiatalabb. Igen. Mennyivel? Nem tudom. Nagyjából. Na. Sokkal. Mert fontos a kérdés, amit, vagy az én szempontomból, és talán a nézők szempontjából is érdekes lehet erről egy kicsit beszélni, hogy a te korosztályodban lévő férfiak zöme, miért keres egy fiatalabbat, 10-15, akárhány évvel fiatalabbat, amikor itt vagyunk mi, helyes, jólápolt, kellemes,
értelmes nők. Tehát mi az, amit mi már nem tudunk? És biztos vagyok benne, hogy nem azt fogod válaszolni, hogy hamvasabb a bőre. Tehát kíváncsi vagyok, hogy te hogy... Nincs. Hogy azt gondolom, hogy nincs igazán jó magyarázat. És nem a nőkön múlik. Tehát nem a 50-es, 60-as, uh-huh. vagy korban hozzám illő nőkön múlik, hogy azok nem, mert ugyanúgy illenek hozzám, vagy sőt. Hisz a múltunk, a megélt emlékeink, a nem tudom, 100 millió dolog, talán erősebb is. Tudod, minden pasi, vagy legalábbis a pasik döntő többségben van egy ilyen vészkorszak, egy ilyen 40 év körül egyszer csak azt mondod, hogy egy ilyen pánik jön, hogy most újra kell még az életet kezdeni, még már fölnőtt két gyereked, kezdett megszokott lenni az az életed, nem vagy még elég okos ahhoz, hogy a másik is megszokottá válik. Nem tudom, tehát jön egy ilyen pánik helyzet. És amikor 40-50 éves egy férfi, akkor azt gondolom, hogy azért bizonyos korkülönbség jó, ha van. Egyébként előbb is, tehát szerintem egy 30 éves férfi, ez jobban illik egy 20 éves férfi, vagy a lány, már férfit is mondhatnék a mai világban. De hát ennek nincs jelentősége, mert megtalálja egy két, mázli kell hozzá. Én csak azt mondom, mitől függ az, hogy te megtaláltad a gyerekeidnek az apját. Volt egy például, olyan szép volt, annyiban szebb volt, mint én? Hát nem. Én okosabb voltam, miért nem engem találtál meg? Mert egyszer csak valami összekötött titeket. Ez meg egy kimondta a szerencse, a biokémia, nem tudom én, valami titeket sodort össze. Tehát nincs erre okos magyarázat. Akkor miért van az, hogy ha ez fordítva van, mondjuk lényegesen kevesebbet hallani olyat, hogy nem tudom, egy 60 éves nő mondjuk egy 40 éves férfivel köti össze az életét, hogy ezt nehezen bocsátja meg a környezet, vagy a tágabb környezet. Tehát akkor ez miért megbocsátható? Hát figyelj, én nem vagyok ilyen. Megtisztelsz a kérdésed, de nem értek ehhez. Hát a nem saját is az értés, az érzésed, vagy amit erről gondolsz. Én ismerek olyan házaspárt, ahol a nő 20 centivel magasabb, mint a férfi, és boldogan élnek 50 éve. Én ismerek olyan házaspárt, ahol a tanárnő elvette a diákját, van két gyerekük, és boldogan élnek együtt, pedig relatíve nagy korkülönbség van, tehát 10-nél több. Nincsenek törvényszavak. Tehát én nem hiszem, hogy vannak persze tendenciák. A nő általában vonzódik mondjuk a biztonsághoz, és ez érthető, genetikailag szerintem belé van égetve, mert a gyerekeiről akar áttételesen. Egy fiatalabb nő egy egzisztenciával rendelkező férfit keres, vagy egy erőset keres, vagy hát ki, vagy egy nagyon ügyeset keres, hogy ő biztonságba érezze magát. Ma már nem az őserdőbe, tehát nem az erőset keresi, vagy nem feltétlenül, aki jól mászik fára, hanem azt, akinek van bankszámlája, akinek van már saját egzisztenciája, lakása, mit tudom én. Tehát az egyik része innen adódik. Nem a 30 éves, nem a 30 éves társaságát keresi, vagy a 20 éves, ezért. Ez az egyik ok. Sokkal több a nő, erről is beszélhetünk. Tehát igazságtalan, hogy az én merítésem az hihetetlen nagy, ráadásul korban is. Tehát, hogyha belegondolsz, hozzám egy 40 évestől egy 70 évesig mindenki illik. Amikor most legutóbb találkoztunk, egy nagyon szép, megrendítő sorozatot forgattál, készítettél, és engem is meghívtál, és hát végtelenül jól esett, hogy olyan emberek közé hívtál meg, akiket én nagyon nagyra tartok, nagyon becsülök, nagyon az értékrendemnek megfelelő emberek. Ugye ez a negyedik negyed, vagyis az elmúlásról, a halálról szól ez a sorozat. Meg az öregedésről. Az öregedésről is így van. És akkor most így a végén hadd kérdezzem én tőled, hogy viszonyulsz akkor először is ahhoz, hogy igen, öregszünk, és már nem olyanok vagyunk, mint 30 évesen, és hogy jut-e olykor eszedbe, hogy ennek, amit most még nagyon élvezel, nagyon aktív vagy, nagyon lendületben vagy, hát egyszer csak vége szakad. Fú, igen, hát hála Isten, tudod, az én kép az nem öregszik. Apám szokta mondani, aki 86 éves és szellemileg tökéletesen friss, hogy igen, a testem már ilyen, olyan, amolyan,
De tudod, itt nem. És ha ebbe bárki belegondol, aki most néz minket, rá fog jönni, hogy ez igaz. Öregszik a kezed, a nyakad, a ráncaid ott vannak, nekem már minden hajam kihullott, egyre kövérebb, vagy nem tudom, ezer problémám van, a térdem fáj, nem úgy működök talán már, mint férfi, nem tudom én, mint 21 éves koromban, ez mind igaz, de a szellemem az ugyanúgy működik, ha nem jobban. Mert sok tapasztalatom van, sok, és még erőm van, lendületem van, még azért minden tekintetben helytállok, tehát még futok, még megmozdulok. De most, ha az én kép nem öregszik, akkor ez nem olyan nagyon éles, ez a folyamat. Ugyanakkor számolni kell abban, hogy igen, én most voltam 68 éves, hát hogyha szerencsém van, akkor élek még 20 évet, hisz apám 20 évvel idősebb nálam, korai gyerek voltam, még él. Ha nincs szerencsém, akkor holnap után fogok meghalni. Az én anyukám 1973-ban halt meg. Nem volt 40 éves. Tehát, és az öcsém is, aki akkor 18 volt. Tehát, hogy mekkora szerencse van, hogy hová... De ebben nem tudsz belegondolni. Éled a mindennapjaidat, és nem érzékeled azt, hála Isten, hogy megvannak számlálva a napjaid. Farkasházi Tivadar, a Teddy mondta nekem sok-sok évvel ezelőtt, amikor rákérdeztem, hogy miért a Mimi a feleséget csinál mindent. Ő megy hivatalba, ő veszekszik, ő intézi az ügyeket, nem tudom. A Teddy rám nézett, és azt mondja, hogy te figyelj, én matematikus vagyok. Mondom, és? Azt mondja, hát én pontosan ki tudom számolni, hogy nekem még van 78 hónapom. Mondom, az mi, hogyha... Hát figyelj, a matematikai valószínűség szerint ma Magyarországon az emberek, és akkor mondott egy, mit tudom én, éltek 72 évet. Azt mondja, én 66 éves vagyok, én matematikailag még ennyi vasárnapom van. Pont így köpte. Na most így nem lehet élni természetesen. Hát de valóban el kell gondolkodni azon, hogy mi lesz, ha nyavajás vagyok. Engem egyedül ez izgat, hogy lesz olyan pont, amikor én még be tudok avatkozni a saját életembe, amikor döntésképes leszek. És én nem az öngyilkosságra gondolok, mert arra szerintem nem leszek elég bátor. Vagy, hát, hogy már nem vagy olyan állapotban, hogy... De most engem pont az állapot érdekel, még amikor dönteni tudsz. Igen, erre gondolok. Tehát te például most laksz egy házba, igaz? Ha jól tudom, aminek van a rezsije, amiben lépcső van, ami nem, és egyszer csak, ne adj Isten, nem tudom én, már nem tudsz mozogni. Akkor már késő lesz házat eladni, újat nézni, vagy... Tehát, hogy hol van az a pont, amikor még te döntésképes vagy, hogy hogyan legyen, és van-e ilyen pont egyáltalán? Ez izgat. Vagy a pénz. Engem kevés pénzem van, de mindig próbálok tartalékolni valamit a bajra. Na, de a guta megütne, hogyha az ott maradna. Hát el akarom költeni. Szerintem ez a lehető legjobb végszó. És hadd osszak meg veled is, meg a nézőkkel egy, a minap hallgattam Novák Tatát, aki 90 éves, hihetetlen szellemi frissességben, és amikor én a korhatártalanulról beszélek, akkor valami ilyesmire gondolok, és Tata elmesélte, hogy ő mindig szeretett társaságban lenni, enni, inni, jól érezni magát, és egyszer csak elkezdett azon gondolkozni, hogy ennek most már bármikor vége szakad. És hát bosszantotta az a gondolat, hogy majd a barátai, akik még élnek, vagy a tisztelői ülnek egy urna mellett, és ők esznek, isznak, mulatoznak, ő meg nem részese. És képzeld el, a lányát, Eszter lányát megkérte, és egy 4000 kilométeres autós, repülős utat megtettek Európában, minden barátját felkeresett, minden barátjától elköszönt, ettek, ittak, vidámak voltak, nevettek, hát nem így kell ezt csinálni, úgyhogy Jánosom, azt kívánom, hogy te is, én is valahogy próbáljuk így van, így befejezni ezt a, ami, de hát még addig... Egy szép történetet engedj még meg, mert ide vág. Az én nagypapám, akit nagyon szerettem, édesanyámnak a papája meg a mamája, évtizedeken keresztül jártak dobogókőre egy nagy baráti társasággal. A külkerüdülőbe jöttek össze, és míg anyám élt, mindig anyám vitte fel őket, aztán szegény anyám meghalt, és én vittem őket fel évről évre, majd meghalt a nagymama. És akkor vittem a nagypapát földobogókőre. És
egyre kevesebb ember volt fönt dobogókön. Majd vittem az egyik évbe, és volt még egy ember. Köszöntek egymásnak, kicsit sétáltak, már nem maradtak fönt, és visszahoztam a nagypapát. Majd a következő évben fölvittem a nagypapát, aki körülnézett, lehajolt, fölvett egy csigát, és azt tudod, még az utolsó időben sokáig csigaversenyt tartottunk. És az mi volt? Hát, hogy ki tud több csigát megfogni. És mondom, hogy szoktál nyerni? Szóval dehogy, mindegyik hús elfutott. Na most, ez egy gyönyörű történet, ez a rossz, hogy a korosztályod elmegy, hogy az emlékeid elmennek, de ugyanakkor ez a szép. Mert valami büszkeség azért csillant a nagypapa szemében, hogy ő még itt van. Az élet szép, akárhogy csűrjük, csavarjuk, ne készüljünk a végre, de nem tabu téma. És az a sorozat, amit mindenkinek ajánlok, hogy nézze meg, 35 interjút készítettem, és most már abba hagyom, az pontosan arról szól, hogy sem az öregség, sem a halál, az nem olyan téma, amiről nem lenne szabad akár otthon beszélni, hogy igen, beszéljetek a nagypapával, beszéljetek a szüleitekkel. Ez egy fontos dolog mindenkinek az életben, és ilyen értemben nem bánom, hogy mi is beszéltünk, de nem kell sírni, mert gyönyörű az élet. Ebben milyen egyetértünk, örülök, hogy itt voltál, és hát akkor őrizd ezt az aktivitást, és amikor elmegyek a házad mellett, mindig gyere be. úgy lesz. Köszönöm, Jánosom. Köszönöm szépen. Kedves nézők, ezt a beszélgetést itt a TV Szentendrén látják, de hamarosan felkerül az Endrei Judittal YouTube csatornámra, úgyhogy keressék, iratkozzanak fel, lájkolják, és osszák a hírt, hogy egy ilyen lehetőséget, egy ilyen műsorsorozatot láthatnak ott is, meg itt is.